nyílnak a hóvirágok. A hóvirágra ráadásul, tudjátok, egy mit szoktak mondani, hogy mi a hóvirág? Nagyon ügyes vagy, Gergő. Igen, és azt is szoktuk mondani, hogy a tavasz első hírnöke. Ha meglátjuk a hóvirágot kibújni a föld alól, akkor reménykedhetünk, hogy nem sokára beköszönt a tavasz. Mondhatod? Előbújik a medve a barlangjából. Nagyon jó. Igen. Megjelennek először a kis rügyek. Képzeljétek el, hogy itt szoktam játszani a gyerekekkel, hogy télen ilyenek a rügyek. Így alszanak. Megmutatja mindenki? Így alszanak a rügyek, és utána, ahogy jön a napocska, melegszik az idő, picit mit csinálnak? Megduzzadnak. Duzzad, 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 és egyszer csak hopp, kipattanik, és lesz belőle egy gyönyörű virág.